Na hát akkor sziasztok, akkor most jön a következő. Imperium Galactica, visszatöltés nélkül, emberi faj. Ezt is meg kell csinálni, mert ugye ez lesz a legnehezebb egyébként, itt még a siker se biztos. De majd mindjárt elmondom, hogy miért. Tehát itt ugye ugyanazok a hátrányok megvannak, mint a Shinarinak lehenne szemben, hogy ugye lehet kémkedni. És visszatöltés nélkül meg ennek a hátrányait se lehet kiküszöbölni, úgyhogy ha sikeres szabotásnál visszatöltesz. Viszont itt nincs kémkedési bónusz se, tehát gyakorlatilag erősebbek, mindenki erősebb lesz nálad a kémkedésnél. És ráadásul annyira szuperfegyverük sincsen, mint a Klarneknek vagy a Sinariknak, hogy tehát egészen majdnem a csatahajói szintén el kell menni ahhoz, hogy legyen, sőt minimum nehéz cirkálóik, hogy legalább tudjál valami spéci helyfegyvert használni. Úgyhogy akkor, hát kezdjük is el. Normál. Még így sem biztos, hogy sikerülni fog. Nehézen meg azt abszolút nem sikerülne, szerintem pont az embereknél nem az a legnehezebbek. Na. Ezt most nézzétek végig. Vadászvezérek, készüljetek a támadásra! Minden energiát az első pajzsokra! Alfa csapat, készüljetek a támadásra! Itt vannak! Laza formációt, ne könnyítsük meg a dolgukat! Kapcsoljátok össze az ionágyukat! Túl sokan vannak! Valaki elragadt, mindjárt ott vagyok! Látom, ne aggódj, le tudom rázni. Elértük az élbontot! A lázadók át akarnak törni! Megpróbálnak leszállni! Nehogy hagyjuk, hogy leszálljanak! Itt vagyok, Alfa 2! A korvett felé tartanak! Meg kell állítanunk őket! Kövessük a folyót! Alfa csapat, kövessetek! Hűséges követői, gyilkos időket élünk. Birodalmunk egy része polgárháborút próbál kirobbantani. Ellenségeink száma egyre gyarapodik a határainkon. De nem tagadhatjuk meg a sorsunkat. Egy napon az emberi faj evolúciójának új szakaszába lép, mely mindenkinél erősebbé tesz minket. A négy elveszett kristály őrzi ennek kulcsát, melyeket elszakítottak tőlünk, hogy próbára tegyék álhatatosságunkat. Azonnal hozzá kell fognunk a megkeresésükhöz. Bár lehet, hogy csak gyermekeink vagy unokáink látják meg a napot, mikor újra a kezeink között tudhatjuk ezt a kincset. Nem lesz könnyű dolgunk. Az előttünk álló út sötét és kietlen. Ezért jelentkeztem, hogy lefagyasztatom magam, hogy a jövőben visszatérhessek és vezethessem leszármazottaitokat. Aztán isteni erőnk és bölcsességünk birtokában az egész galaxist a mi igazságos uralmunk alatt egyesíthetjük. Hibernációs eljárás indult. Életfunkciók ellenőrzés alatt. Hőmérséklet normális. Tájórendszer aktivált. Üdvözlöm, uralkodó! Gratulálok a kinevezéséhez. Mint az emberi birodalom vezetőjének első
elsődleges feladata a terjeszkedés politika folytatása lesz. Az embereknek új lakóhelyre van szükségük, ezért amint tud, hozzá kell fognia a bolygó kolonizálásához. Tartsa a szemet a könyvtestvériségét, egyre nő a támogatottságuk. Még sok gondot okozhatnak. Na szóval ugye, ahogy bemondták, és fognak is okozni ezek a könnyesek. Mert valóban, itt az a probléma főleg, hogy ugye jönnek ilyen idióta küldetések, hogy kristályokat keresi meg, stb. Plusz, hogyha még az Zacskó professzor is küldetést is beadja, akkor egyre nehezebb lesz mindent megoldani is. Ugye, nyilván ugye megint arra készülünk, hogy lehet, hogy nem Kalóz bolygót kell először foglalni, hanem jönnek majd ismeretlen hajóval, mert ez a két kezdés lehetséges itt is. Vagy ismeretlen űrhajókkal jön. Hát és akkor ugye nyilván van, hogy kolonizálunk. Vadászok nem kellenek, azt eladjuk. És akkor egyet kolonizálunk. Hát, melyiket kolonizáljuk? Ezt vagy ezt? Hát ugye, hogyha mentés visszatöltésre csinálnak, akkor raknánk egy műholdot rá, és megnéznénk, hogy milyen. Meg erre is, és aztán visszatöltenénk, hogy ne vesztenen a pénzünk, de most ezt nem engedhetjük meg magunknak, hogy műholdakra költsünk. Úgyhogy egyet kolonizálunk, és reménykedünk, hogy ez egy jó bolygó lesz. Nem rossz, mondjuk, hogy tudom, hogy csak százas, akkor terraformálom. Mert gyártóbolygónak úgy több használt vettem volna. Kereskedelmi központokat itt annyira nem éri megépíteni. Mert csak 10 000 bevétel van belőle, és annyiba is kerül. És nem tudjuk, hogy mennyi kereskedő fog jönni, plusz nincs űrkikötőnk, hogy sok jöjjön. Tehát igazából teljesen lutli, hogy most lesz-e annyi, hogy megérje, vagy sem. Felépül a két tankról, akkor azonnal kifejeztük az ágyútornyot, mert lehet, hogy galati kalózokra kell mennünk. És oda viszont az kell. De amúgy kelleni fog egy űrhajó alagból is. Na. Aztán miért nem? Ó, hát az a sok munkásod előbb még volt ennyi, volt elég, hogy jusson nekik is. Jó, mindegy, addig. Jajjaj, jön a kalóz. Ilyenkor van az, hogy cumi. Mert ugye a tetralézert még nem tudok fejleszteni. És nem biztos, hogy rombolókkal meg tudom fogni. Már pedig most sok más lehetőségem nincsen. Nem fogja elég gyorsan kifejleszteni azt, hogy hamarabb utol fog érni. Hát e-mail aztán pláne. Nem lesz idő föltenni. Bár csak két rombolója van, azzal még lehet, hogy elbánok. Főleg, hogy mennyi a tűz eleje. Még kevés jó. Akkor ugyanilyen van mit neki. Akkor amelyiket támadja, azt hátrébb visszük. És sokszor lő mellé. Te meglőd azt.
miért a fakezű? Na, hoppá, azért mégis sikerült. Jó. Ez már az defaktor volt. Indulunk az új pozícióra, uram. Most reméljük, hogy ameddig az utol él, addig meg lesz. Oké. És megvan a kalóz bolygó, ami egyébként jó dolog, hogyha ezt adja először, mert az már az előny, hogy megspórolsz egy kolonizálást rögtön az elején. Úgyhogy csak ezért is. Ó, egy pillanat. Nézzük csak meg. Hogy megy-e a felvétel, mert nem vagyok benne most így hirtelen biztos, hogy megy. De úgy tűnik, hogy megy. Bizony. Oké. Okay. Jó, akkor vissza a játékba. Hát, ha sikerül kihúzom, addig meddig kifejleszti a tetralézert. Nem, el sikerült. Jó, de ugyanazzal állunk szembe, úgyhogy hajrá. Még kétszeres túlerőben vagyunk, nem lehet. Nem kell izgulni annyira. Azt a méget lövi, azt kell hátvé vinni, mert azt fogja tovább kergetni. Jó, ilyenkor még csak kis flottákkal dolgozik, viszont ágyúton és kerekes tankkal már szerintem jók vagyunk. Legalábbis remélem. Nem tudok csinálni, mert ugye több tankot nem tudok még gyártani, nincs tankgyárom. Mondjuk építsünk egyet, lehet, hogy szükség lesz még rá. De igazság szerint ezt már egy másik bolygón kéne. Egyenlőre ennyi. Ennyi mindaz, amit tudunk kezdeni. Majd a lánctalpas tankot tudjuk továbbfejleszteni. Miután a kolonizáló elkészült, persze. Egyet még itt tudunk kolonizálni. És kell is. Hoppá, hoppá, hoppá. Na, ide fogunk majd gyárakat építeni valószínűleg. Akkor egyenlőre. Hajtóművet most még nem érdemes, el adalat se. Nem baj az, hogyha nem látnak minket. Meg is fedezünk fel egyenre senkit. Viszont a láztalpos tankot, ha befejezni nem is tudja, de legalább elkezdhetjük. Valószínűleg túl is kapunk pénzt. Ó, ilyen, hogy szimulációra volt állítva. Ó, bassza meg. És egyik tankunknak oda is lett. Jó, kaptunk 12.000 kreditet, az jól fog jönni, na nézzük csak. Hát nem, az lesz a gyártóbolygó egyenlőre, azt tűnik a legjobbnak. Mert is 200%-os, viszont nem olyan jó, viszont van itt egy űrhajólabor. Az viszont jó. Mert tudunk, akkor most már nehéz lombolót fejleszteni. Először inkább fejlesztjük majd azt, hogy a láztalapos nem kod egy dolabig fejlesz-e. Nem hiszem, hogy sikerül kifejleszteni, mert az elég drága. Sőt, az nem baj, ha egyébként aki fejleszti először. Mert legalább azt már tudjuk gyártani. Ilyen fogadóbizottságot már legalább legyártva várja. Oké. Okay. Nem baj, hogy álltunk egy-két lánctalpas tankot. Lehet felszerelés, meg majd fejlesztünk rá később. Négy. Oda még nem építünk semmit. Viszont a nehéz lombolót azonnal fejleszt ki.
És akkor, hogyha minden bolygón van legalább egy tank, akkor legalább van valami alapvédelmünk. Úgyhogy esetleg felfedez valaki. Viszont az űrhajókkal is rá kell menni, mert Zaskó professzort meg majd el kell kapnunk. Valószínűleg, és ahhoz meg kell. Ahhoz kell ez a jobb hajó. Csak az a baj, hogy ameddig a tankszabadok nem épülnek föl, addig nem tudunk más fejleszteni úgyse, úgyhogy akkor adja ezt a kettőt vissza, és akkor itt fejlesztünk valamit. Addig is, hogy legalább legyen. Torpedót azért nem érdemes az embereknél, mert csak a pajzshelyére lehet föltenni. Viszont lehet, hogy kell majd a torpedó is, hogyha... De hogyha a korvetti legalább el tudok menni, akkor nem kell. Akkor megúszom nélküle. Ez a tipikus, ez a valamit fejlesztünk addig is, ameddig ez nem épül föl. Mindegy, akkor fejleszt ezzel a hajtóművet. Az fog kellene egyébként is azért a zacskén kergetéshez. Hiperhajtó, mire szükség lesz. Jó, akkor most mi van? Egy lézert adom mindenképpen. Mert ugye egy lézertorny és lánctalpas tank, az már védekezésnek jó. Indulunk. Jó, raktak ki egyet ide, egyet oda. Még a lőtávnövelője nincs is, de hogyha van lézertorny, akkor az már jó. Azzal már egy darabig kihúzza. Csak fejlesz ki. És persze rakjuk is rá. Oké. Akkor most igen, így. És egy áttanunk se kell, úgyhogy ide is építhetünk még egyet. Meg majd idővel építünk egy labort. Most az embereknek az viszont egy nagy előnyük, hogy a kutatás az 30%-kal gyorsabb, és... Tehát fejlődni mindenkinél jobban fejlődnek. Jó, tehát nincs olyan bolygónk, ami ne lenne legalább egy tank. Az már így kezdetnek jó. És akkor ide viszont építenünk kell egy gyárat. Először űrhajót. Aztán majd később egy tankot is. És akkor mostantól az lesz a gyártó bolygó. Építünk még egy ilyet. Aztán ugye rögtön mehetünk majd a nehéz korvetre is. De nem, mert először legyártunk egy korvettet. És fejlesztjük hozzá a hajtóműveket. A fejlesztés befejeződik. Tehát amint itt felépül a gyár, rögtön néztünk kis ECM-et persze, mert hogyha torpedózik, akkor tudjunk védekezni. De amint felépül itt a gyár, bizony
kell vennünk egy korvettet. Nem biztos, hogy így meg lesz időbe. Bizony. De minél gyorsabban ezen túl kell esnünk. Különben nagy bajba leszünk. Mennyire szívja el a pénzünket, az, hogy... De legalább egyet le kell gyártani. Mese nincs. Akkor szerintem egy-két rombolót el fogunk adni. Mondjuk kettőt eladunk. És akkor már mindjárt gyárthatsz, jó. Hiperhajtőmű 2 meg azért kell, mert az Askinnernak a GZ-je gyors. Tudjuk letenni? Igen, azt fel tudjuk. A fejlesztés befejeződött. Kombinált portra pedig lakhatjuk az ECM-et. A parancsa? Oké, megvan. Oké. De most ha látjátok, akkor drágább is lesz így felszerelni. Most gyűjtögetünk egy ilyen ére, hogy legalább már van egy jó hajunk. Paralizálót hova rakhatjuk az ágyunk helyére? Oda. De az kell. Akkor inkább paralizálót rakunk rá. És akkor most tervezzük át. Kerül ilyen sokba. Nem adhat angyára, csak ide lakhatjuk. Még a lőtávnövelőt ki kell fejleszteni. Egy-egy olcsó dolgokat fejlesztünk. A parancsa? A fejlesztés befejező. Jó, akkor egy darabig más nem kell, akkor most mehetünk a nehéz korvetre. Két tankot, hogy legyen. Aztán akkor mind lehet átépítjük a korvettjeinket, vagy a korvettet. Mondjuk most. Esetleg eladjuk a rombolót. Az már nem kell. Ó, na, bejött a képbe a Smart Security is, a vírusírtó. Jó, igazán eltűhetnél innen. 8 nap múlva lejár, de hol van az még?
Aztán majd építünk tankrabolokat is. Bár ha már most felfedez valaki, az még nem lesz para. Aha. Jó, hát az van nekünk már. Hajtóművünk van, tehát most hogyha valahol megtalálom, meg is lesz. Nem kell lerohanás, se szimulálás. Így viszont el tudjuk kapni. Igen, uram. Indulunk az új pozícióra. 10 szélnünk is van, meg paralizálunk, és azzal simán. Indulunk az új pozícióra. Sőt, nehéz lézerünk is van. Ez az. És csak romboló. Akkor lenyomjuk simán. Nehéz lézerrel? Hogy ne simán. Sőt, még pajzsunk is van. Na, már is megérte. Nézzük, van-e. Ja, mi a még kinetikus pajzsunk is van. Még erősebb. Gyártotta azt a hármat, amit kértem tőle, ezt a kettőt. Igen, vettem a parancsot. Mondjuk a kémekről meg pont elfeledkeztünk. Hát ez hiba. Ez így igencsak. Küldjük el gyorsan egy kiképzésre. Várom a parancsát, uram! Na jó, megvan a tolóan. Ez például egy egész jó kém, csak most mi nem tudjuk fölvenni. A fejlesztésbe pénz. Jó, van nehéz korvettünk, mit fejlesztünk még ki, hajtóművet. Indulok a pozíció, indulok! Oké! Honnan jött a tolóan? Na, már hogy még mindig nem épült föl. Nem túl a célos. Nem is közel van. Ez így már nem olyan jó. Bár inkább a Godon támadjam, vagy inkább a Godon kéne össze elkapni. Értettem. Vettem a parancsot. Indulunk. Oké. Ez nagyon inkább védekező. Kevesebb bolygóik van, illetve tovább ennek ugyanannyi. Godonnak viszont jóval kevesebb van, tehát neki csak 3 bolygója van, hogyha neki nekünk 4. Igen, indulok a pozícióra, oké. Indulok. Indulok a pozícióra. Nem sikerült a kémet küldetésre. Na,
próbálja meg megint hát, ha. Tehát nincs még korvettje. Oké. Okay. Jó van, jó dolgoztál. Tehát három bolygója van, az már biztos. Akkor őket gyorsan lenyomjuk. Tolóan az meg valahol itt van erre. Odanokat könnyű lesz, ők nem építenek erődöt. Ja, zenit. Hát, na jó, nézzük meg. Hát, akkor kapunk valami jó kis pénzt érte. Hát, nem sokat. Lényeg az, hogy ő nem épít elődöket, tehát így viszonylag könnyű célpont. És valószínűleg így is könnyű lesz. Mert csak rombolója lehet, vagy maximum nehéz rombolója. Nekünk meg van ECL, mint úgyhogy a torpedóval nem ér semmit. Mert viszonylag erős pajzsunk is van, hogy... Két hajó, ez az. Jó, oké, egy megvan. Jó, akkor már csak adászai vannak. Maximum visszavonulunk, hogyha már nagyon veszélyesen szétlőtték a hajónkat. Tehát elvileg három bolygója van, és mind a hármat látom. És kettőt már is fogaltam. Jaj. Akkor most veszük a nyúlcipőt. Még a maradék két vadászával megpróbálod kinyírni. És ez lesz a fő bolygója. Oké. Hát közelebb nem lesz ilyen könnyű dolga. Van fejlettebb rézelem. Jó, aztán, hogy nem csak gyorsabb, hanem olcsóbb is a kutatás. Jaj, viszont a... az ízvédelmi ágyúval szemben nem biztos, hogy egy hajó elég. Bár van pajzsom, úgy lehet, hogy igen. Igen, ba kellett hozzá az erős pajzs. És közben kolonizált még egy bolygót. Nem lehet valami a célos, mert szerintem csak kerekes tankja van. Aha. Elég sok, de csak gépágyútalan. Ez jó, mert kétszer akkor a lőtávon van, úgyhogy... nem okozhat ő nekem most gondot. Gyere. Csak szépen elébb a sportba. Célpont
Oké. Okay. Ez volt a fő bolygója. Sok minden nem fejlesztett ki. De elég sok gyála volt, úgyhogy ezt legalább le tudjuk bontani. Egy picit előnyben legyünk hozzá képest. Na nézzük. Na van-e még valamije? Nincs. Igen uram, támadásra felkészülni. Elfoglaltál egy bolygót. Tökéletes. Látunk még kettőt, és akkor elkapjuk őt is. Elkapjuk a Toluent is. Jaj, mi nem is tudunk többet elvinni. De elfogunk. Már is több esélyünk van. Van egy korvettünk és egy nehéz korvettünk is. Na nézzük a nehéz korvett, az hogy áll. Azt ne. ECM-et rakja el, picinyem. Igen. Mély uradalmat messze le tudunk deríteni, azt tuti. Ellenséges pontát. Gyere! Igen uram! Jelentkezem uram! Indulás! Ha a flottája simán megsemmisítjük, akkor nagy baj nem érhet. Már pedig úgy néz ki. Záló, de van jó. Oké, okay. Van mind a kettő, jó. Csak olyan fakezi, hogy meg mi megint mindig mellélő. Ha legalább néha sikerülni eltalálnod. Egyikre előtték a pajzsot. Oké. Okay. Most is szabadulunk. És most már sima ügy lesz. Bár már nincs tankja, úgyhogy tök mindegy. Akkor a flottára veszélytelen. Igen, uram. Indulás!
meg vagy. Aha, és már épített fel egy erődöt. Hamarosan tankokat is kell fejlesztenünk. Várom a parancsát, uram! Támadásra felkészülni! Nem tudjuk lőtávon kívülről most szépen. Indulok a pozícióra! Fel fog robbanni! Igen, uram! Mennyi van? Van még? Jelentkezem, uram! Értettem! Indulok az új pozícióra, uram! Indulok az új pozícióra, uram! Az új pozícióra, uram! Értettem. Indulok a pozícióra. Célpont belérve. A parancsa? Indulok az új pozícióra, uram. Igen? Oké. Értettem. Vettem a parancsot. Előre! Fájni fog. Igen, uram. Igen. Mindegy, inkább meneküljünk. Aztán meg maximum hozunk még tankot. Majd építünk egy-két tanklabort is. Lőtáv növelővel meg lesz. Van-e még bolygója, az a kérdés. Szóval akkor a könnyek testvérisége az próbálkozik. Jelentkezem, uram! Célpont bemérve! A parancsa? Várom a parancsát, uram! Hát így már sima ügy. Célpont megsemmisítve. Elfoglaltál egy bolygót. Várom a parancsát, uram, kiválasztva. Elmutatunk le valakkal. Azon meg nem volt semmi. Ja, most kolonizálta. Igen, uram. Értettem. Hát akkor most a szel bajba. Megvannak a sinadik. Na, azokat viszont nagyon gyorsan le kell gyakni. Hát amilyen gyorsan csak lehet le kell gyakni, mert... Különben nagyon, úgyhogy...
Antigravitációsat már fejlesztjük, oké. Akkor... Két irodalom hadatlan... A parancsa? Támadásra felkészülni! Hát, minél gyorsabban le kell gyakni, mint az annál jobb. Igen? Kapitulált egy új. Oké, jó. Tudó ennek annyi. A fejlesztés befejezik. Sinari sok van. Amik neki ACM-je biztos nincs. Viszont sebesség 10, tehát még Corvette-je se valószínű, hogy van. Bár paralizálom, az nekem is van, de hogyha neki is van, akkor viszont fegyverzavarót kell föltenni. Jaha, a lombolói vannak főleg, akkor nagy baj nincs. Torpedót viszont a Sinari nem fejleszthet. Viszont sok hadásza van. Most már csak az a kérdés, hogy a vadászokat ki tudja előni időbe. Uram. Jó, még annyira nem veszélyes a helyzet. Na, 48, jó. Jó, akkor ez is meg lesz. És eddig még nem sok hírüzenet jött, viszont ha a Sinadit kinyílom, akkor az az egyik leggecibb és legnehezebb is meg lesz. Utána már csak a kraháre kell koncentrálni. Jó, oké. Egynek jó, de... Sinari, hogy áll bolygók számát tekintve? Hát... Kevesebb van neki, mint nekem. Jó, ez egy hatos kém, ez nekünk kell. Bár nincs sok beszivárgása. Na, neki van, na nézzük, csak el tudjuk-e küldeni. Sinarihoz bolygóinfó? De el tudjuk. Jajjaj. Na, valami jön. Milyen hangosabbak ezek a videók? Hát... Szarügy, akkor most így jártál. Bolygó, galaxis másik végén vagyok. Nem tudok veled foglalkozni, Szoldi. Így jársz. Na nézzük, milyen van neki. Géphágyús kerekes tankja? Oké. Az nem ellenfél. Ó, most megvan az Ibedon is. Jelentkezem, uram! Indulás!
és mindjárt meg lesz a nehéz talaj is. Jó, de most mágyunk is van. Úgyhogy... Úgyhogy ilyen sok tankja már is lehet. Ez a fő bolygója, hogy ilyen sok erőd van rajta. Bizony, valószínűleg lesz a fő bolygója. Jó kezdés lehet, hogyha ezt a hármat kinyírom. Ugye már kinyírtam a... Ajajaj. Menj arrébb. Tehát így. Ha kinyírom a sinarikat is az elején. Akkor én sem meg az Iberonok meg azért szintén könnyű ellenfelek, mert ők se építenek erődöt. Akkor legalább jobban tudok koncentrálni a Krohelnekre, meg most megyve több bolygón van, egyre több pénz. Úgyhogy most aztán majd hogy mehet a gyártás is mindenhol. Nézzük, van valahol még egy nagyon... Nagyon fasz a gyártó bolygó kéne. Mondjuk ez itt. Ez egész jó lesz majd. Hogyha innen kitakarítottam mindenkit, akkor majd itt fogok jártani. Meg így nőnek a kutatóközpontok száma is, így állandóan foglalok. Mondom, meg lesznek a civil épületek is hamar. Meg a sinari kémkedést tetted én erősek, úgyhogy nem baj, ha őket hamar legyőzöm. Ja, nem van még egy. Oké. Ez a kettő el is intézi. Csak arra kell vigyázni, hogy ne szedjen föl tankot. Addig, ameddig ez nem történik meg, addig igazából esélytelen. Aha, jó, hát akkor már nem tudok több bolygót, jó? Király. Még menjen az Iberonhoz is. Ó, a francba. Ez nem jó hír. Valószínűleg nincs több bolygója. Ott. Jelentkezem, uram! Vettem a parancsot!
összemegyünk antigravitációs tankokért, és azzal pusztítjuk tovább. Ja, és még le egy párat picinyel, aztán akkor jók vagyunk. Aztán majd lesz már meg a tankunk is. Oké. Akkor jól számolom, 3 birodalmat már kinyírtam a 7-ből. Felkészül a következő, na akkor ezt is elviszik, na vigyen a flottába. Jó. Na megvan a sebelon. Tehát 4 állat elbír. Akkor viszont lesz rajta 4 űrhajó és 4 tank. Jelentkezem, uram! És hogyha meg lesz meg a tank irontan, akkor utána jön, még a lebegtetőt ki kell fejleszteni, és ennyi. És azzal már jók vagyunk. Először az Iberont. Jaj, valamit felrobbantanak. Ez egy szabotázs lesz. Hát az melyik? És pont a gyártó bolygónk? Na ne! Nem. Az nem a gyártó bolygónk, jó. Aha! Ja igen, ez egy jó küldetés, ezt már csináltam korábban is. Testőrség, igen, tehát ez a... Valamikor a kórházból detoxikáló lesz meg ilyennek, ez... Ez egy fasz a küldetés. Tehát igazából az ennyi, hogy... Mi építenünk kell még egy-két rendőrség, építsünk mondjuk 3-at, az már csak lenyomja. Most... Hogy járunk ki akkor? Két birodalom hadat üzenem. Igen? A parancsolatom? Elfoglaltál egy bolygót. Oké. És most is. Jaj, ez a maga a másik. Na, ez hátráltatja ilyenkor mindig a küldetéseinket. És pár tank ellenem fordult, aztán... A franc melyik? Melyik az őrült, azt kell szétkapni. Ó, jaj, ne. Aha. Ja, hát igen, bedrogozott katonák.
Na, na tessék. Ez a dokterjesztő központ, ez pedig a maffia tevékenység, jó. Akkor ide meg kórházakat kell építeni. Építünk négyet. És megvannak a helyen is. Ők már erősebbek. Oké, és akkor jöhet a lebegtető. És van egy bolygó. Jó, ez legalább megvan. És megkaptuk a gépágyús előtt elrajzát. És az okokat is elintéztük. Igen, helyes. Jó vagytok. Ellopták a pénzt. A kurva anyátok. Kérlelább lesz egy jó kémünk addig is. És az a baj, hogy egy jó támadó kémünk sincs. Már csak vadászai vannak. Lehet, hogy a klánt is le tudjuk győzni. Bár az nem lesz olyan egyszerű. De ott van még a Sheblon, őket viszont igen. Csak majd kell a fotón adal, mert ők meg flottálcázót használnak. Viszont a Klahennek ilyen szinten még azért nagyon komoly fegyvere nincsenek, mert paralizálni nem tud. Viszont oda nagyobb csapat erő kell. Tehát ma mindjárt kifejlesztjük a szirkálót legalább, és akkor azzal már oda tudunk sózni nekik. Na, az Iberon nem megy kolonizálni. Ez nem baj, nekünk kolonizál. Oké. Okay. Lebegtetőt fel. A szalkosnak legyen, nem lakjuk föl, de hajrá. Ezt még fejlesszük ki. Na, hogy áll az Iberon bolygók terén? Nagyjából úgy, mint a Sheblon. Még a Kahennek sincs sok, úgyhogy addig még nincs nagy baj. Viszont van egy jobb pajzsunk. Indulok az új pozícióra, uram. Oké. Oké, álladásra felkészülni. Elfoglaltál egy bolygót. Igen, nem épít elődöket. Igen, uram, oké. Ezért könnyű préda. Közben megöltük. A következő a Sheblon lesz majd akkor amelyiket módosra tanítjuk. Na azaz. Könnyek testvér is ügyek. Viszont, hogyha a Klahen bekeményít, akkor nekünk is be kell. Két irodalom padon. Indulás! Elfoglaltál egy bolygót.
Ja jó, nincs. A parancsa, célpont belérve. Na jó, mennyi van a Shetlandnak. Most ott meg az Ibenonnak sincs mások. Várom a parancsát, uram! A fejlesztésbe fejtsz. Szóval négy. Aha, nagyon jó. Akkor még egy bolygó. Megy ez, mint az ágybaszadás. Na, akkor nehéz tiltálót már gyártatunk is szerintem. Majd tiltálót akkor nem gyártunk. Azt sem szabad hagyni, hogy a klán túlságosan megerősödjön, és így bolygófoglalásokban nagyon megtud, úgyhogy gyorsan. Inkább én foglalok. Egyszerűbb. Ugye az antigravitációsokon már nehéz talaj van. Azt még úgy nem éri el a rakétással. Még az Antali okozhat fejfájást. Mert ugye ők meg azért, mert gyorsabbak. De azért gyorsan kifejlesztem azért 4-4-es meg az 5-ös hajtóművet, hogy ne tudjanak így elkapni. Nagyon gyorsan veszünk egy céltávot. Ami belakunk meg a tankot. A fejlesztésbe fejlesztünk. És már is felgyorsultunk. Mindig csak 10, tehát... ameddig nincsen legalább 3-as hajtómű, addig mi szerintem korvettje sincs. Vagy maximum korvettje van MK2-essel. Gyorsan kell most már hajókat gyártani, mielőtt még megerősödik. Akkor hát is bármikor megtámadhat. És ki van még hátaja? Kikkel nem találkoztunk még. Az Antalikkal például, velük még nem. Todóan kinyírva, Sinari kinyírva. Sebron meg az Ibelon kinyírva, meg a Godan is kinyírva. Vagy akkor tényleg már csak az Antali maradt. Akkor a Hennen kívül. Ez egy elég gyors játékmenet lesz így, hogy mindenkit megtaláltam az elején. Még akkor a kristályekedesés is jutottunk el. Ja, az a csirájában kell kinyírni a... mindenkit. Igen, ura, oké. Ez az. Na, jó tanka nincs. A fejlesztésbe fejtsz.
jó, sablonnak annyi. Csak. Ja, mert csak 4 gyárat tudsz működtetni. Á, akkor a gyártság gyorsabban. Próbáljuk meg legyapni a klahent. Igazából az a baj velük, hogy nem lehet kilépni a háborúból. És már van gépágyús erődjük is. Szívás. És ugye nem lehet kilépni a háborúból. Én sem tudjuk, hol a flottája. Tehát itt most az jön, hogyha nem tudjuk a flottáját megsemmisíteni, akkor nagy szarban vagyunk. Zárót teszünk rá. És ott is valami záró legyen. Na, mert akar henni meg az a baj, hogy nagyon sok. Tehát a klahán az mindig meg a klahán flotta elő is szokott lenni. Nézzük csak, tehát összesen bár még annyira most nincs túlelőben. Torpedója sincs. Ő pedig az ezen a szinten romboló szinten már kéne, hogy legyen. Viszont így meg tudjuk semmisíteni, hogyha még csak ilyen harmatos. Várom a parancsát, uram! Célpont kiválasztva! Indulunk az új pozícióra, uram! A parancsot! Csak a vadászaiból van sok. Oké, már csak kettő van. Én lekapta a pajzsot, az rendben van.
Nem én, csak a pajzsot kapta le, úgyhogy addig nincs nagy baj. És csak 2341 van, most az elég pörgős így a játék. Bár nyilván, hogyha a mentés visszatölthetnék, akkor úgy csinálnám, hogy visszatöltve a mentést, és nem támadom meg a bolygóját. De most egyébként két iontornyos megatankkal dolgozunk, igen. Lebegtetős iontornyos megatankkal dolgozunk. Ja, mindegy, és akkor majd nehéz cirkálót is fogunk gyártani. Na, így már mindjárt más. Elfoglaltál egy bolygót. Jelentkezem, uram! Célpont kiválasztva! A parancsa? De ezzel már nem tudok elmenni tankokért. Bizony, mert... Ezzel itt figyelni kell, hogy ugye mit csinál. Addig nincs űrhajója, addig nincs baj. Okay. Nem lehet szimulálni sem, mert akkor előbb-utóbb elvenne egy-két tankot. Ugye kevesebb bolygója van, tehát az viszont nekünk kedvez. Indulunk az új pozícióra, uram! Igen, uram! Indulunk az új pozícióra, uram! Szóval követni kell a flottát, mert előbb-utóbb fog legyártani hajót. Addig kell szépen lecsapni, ameddig nincs hajója. Jó, ezt már régebb óta. Ezen már van. De még csak kerekes tankja van. Őt a két társadalmi ügye. Azok szintén nem ellenfelek már. Viszont ilyen szimulációnál annyit csinál, hogy az összes tűzelőt veti össze, meg és úgy matekozik ki, tehát ilyenkor hiába, tehát öt a két társadalmi is van valamennyi tűzelőjén, meg a tanknak is, és akkor mindig azt mondja, ki hozzi egyszer-kétszer, hogy az egy tankot elvesz. Így viszont hiába a tűzelőjébe akár még több is lehet neki, de nem ér vele semmit. Na, ez is egy jó gyártó bolygó. Ezt be is robbantjuk, nehogy elfoglalja. Még véletlenségből. Szépen berobbantjuk róla a gyárakat. És közben a nézlek akkor, hogy ugye folyamatosan szaporodnak a gyárak. Tangjából, és hát persze, mert ugye veszem el tőle. Tehát épületlaborból egyetlen egyet nem építettem, mert hogy nem kell. Na, itt fejlesztettünk ki a turbolézert. Na, hogy néz ki egy cirkáló? Analizáló, oda meglakjál mondjuk egy ECM-et. És akkor így már. Ja, azt is cserélhetjük turbóra. Nehéz korvetten is legyen turbó inkább.
Ha már megvan a legerősebb lézerünk, használjuk. Aztán majd szépen fejlesztjük az ágyat. Illetve azt nem kell, az antianyag sugár, az jó lesz majd. Jaj. Igen, uram! Na most meg el fog fogyni a pénzem mindig. Legyártott egy hajót. Egy korvettet. Igen, uram! Indulok az új pozícióra, uram! Vettem a parancsot! Célpont megsemmisítve, uram! De banalizálója nem lehet. Jelentkezem, uram! Oké. Indulunk! Viszont nekem meg már van turbó lézerem, úgyhogy most megint szétcsapok közte. És ha legyártódik a nehéz cirkáló, azzal is nekiesek. Csak hogy érezze a törődést. Szóval lesz cirkálunk is. Várom a parancsát, uram! Indulunk! Indulás! Várom a parancsát, uram! Támadásra felkészülni? Itt megy meg az egyik erőt gépágyús. Célpont kiválasztva! Célpont kiválasztva! Célpont eltaláló, uram! Célpont kiválasztva! Másik két tornya van, meg már nem ér el. Annyi esélyed van, mint három lábú sünnek a hadsávos autópályán, öcsém. Bizony. Megdöbb lesz. Elfoglaltál egy bolygót. Várom a parancsát a pozícióra. Igen? Indulás! Azokat már kinyírtuk. Igen, akkor még az Antadi van. A cirkával felrakhatjuk most az ötös hajtóművet is, meg a nehézre is. Az a malapból fenn van. Egy még gyorsabb. Jelentkezem, uram! Ez a célpont kiválasztva! A fejlesztés befejeződik. Most viszont véged van. Elég sokáig kitudtok ti, színyem. Főleg, hogyha nem lassáltok, hanem lőttök. Bum! Ez az. Elfoglaltad. Bizony, hogy elfoglaltad. És akkor, ajjaj, ott nem jössz, ott nem jössz. De,
ott téged viszont ott elkaplak. Egyik bolygó száma. Kémeket meg újabban hanyagoljuk. Hiba. Mert az Antony meg valószínűleg azonnal megadja magát, vagy ha nem is azonnal, ahogy neki esek rögtön. És azért van neki bőven fejlesztési felkapacitása. Igen, uram! Indulás! Nos, igazából mehet ez dupla pénzen is. Van miből. Gravitációs is legyen. Na, más nagyon már nem érdemes fejleszteni. Ez nem csatahajót se. Stadiont azt igen. Jelentkezem, uram! Indulás! Meg esetleg edénvideket majd. Na, oké. Okay. Ja, hát igen, és akkor lassan jön az, hogy megtalálnak valamilyen könyvet. Könnyet, amik a kristályok, és aztán keresgélni kell őket. Feltéve, ha addig nem végzünk. Na, akkor most itt mi lesz? Ja, megvan az Antali. Támadó kémem már pedig nincs. Igen, uram. Indulunk az új pozícióra, uram. Értettem. Viszont, hát az UFO-k gyorsan megadják magukat. Ja, igen. Hát jó, elfogadjuk. Na, ez egész gyors volt. 2043-ra meglett. Az képest, hogy sokkal nehezebbnek gondoltam, az igazából nem volt semmi. Semmi nehézség nem volt benne, ennél még a Sinarinál is több volt, amikor egyszer többen betámadtak, itt még az se volt. Bár még kellett hozzá az, hogy nagyon korán felfedeztem a többieket, és nem ők engem, hanem én őket akkor, amikor én már tudtam védekezni. Ez azért fontos volt. És azért elég megfontoltam, átadtam egyébként, hogyha visszatöltős módszerrel még nem építettem volna egyből korvettet, hanem csak akkor, hogyha... Nehéz korvettig felfedeznek is kell.
vagy ha bead valami küldetés, amihez kell. Mert nem építek az elején űrvédelmi ágyút, akkor azzal még tudtam volna spórolni, és még hamarabb meg tudtam volna csinálni. De hát ez így is egész gyorsan ment. Úgyhogy sziasztok, akkor ez ennyi volt. Mind három fajjal megvan. A nehéz szinten nem fogom megpróbálni, mert az nagyjából az esélytelen kategória, illetve nagyon sok benne a rizikó. Úgyhogy ennyi.